Már zajlanak az országos 11-es rúgó bajnokság területi selejtezői. A tavalyi kiíráshoz képest fontos változás, hogy a versenyzőknek lakhelyükhöz képest 50 kilométeren belül kell jelentkezniük, de nem csak ez az újdonság. Tehát az első fordulóban, aki kihagyta az első rugást, utána közvetlen rúghatott még egyet. Ugye a tavalyihoz képest ez volt a változás, plusz aki kihagyta mind a kettőt az első fordulóban, az még utána újra tudta vásárolni egy egyet, amivel bent tudott maradni a versenybe, és akkor tudta folytatni. Viszont utána már, hogyha újra vásárolt, mint ahogy nálunk is volt rá példa, utána már csak egyet rúghatott, és azt kihagyta, akkor kiesett sajnos. A Németh László sporttelep futballpályájának kapujában a Tamási 2009 FC megye 1-es csapatának kapusa védett. A területi forduló alkalmával 14-en álltak pályára, közülük került ki az a két személy, akik a Bozsik arénában küzdhetnek majd meg a fődíjért, amely legalább nettó 1 millió forint, de a megnyerhető összeg a nevezők számától függően akár ennek a többszöröse is lehet. Az egyik továbbjutó, a Tamási 2009 FC egyik ifjú focistája. Igazából azért neveztem, hogy megnyerjek és tovább isak, úgyhogy nehéz volt, nyilván felnőtt kapusnak, meg jó barátom, úgyhogy nehéz volt, de figyeltem és oda rúgtam, hol kellett. Azok számára, akik a tamási területi fordulóról lemaradtak augusztus 6-án, Dombováron még lesz lehetőségük részt venni a 11-es rúgó bajnokság selejtezőjén.